Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió szerda esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket, érkezzenek a legfontosabb hírek. Fejlesztenék a városi csapadékvízelvezető hálózatot. Havonta 4,5 millió forintot spórol meg a napsütés a kórházaknak. Világbajnokok támogatják a makói sportéletet. A járdák állapota, a csapadékvízelvezető árkok karbantartása, az illegális hulladéklerakók felszámolása, illetve a játszóterek építése és felújítása. Többek között ezek is szóba kerültek Cirbus Gábor alpolgármester tegnapi, Farkas Éva Erzsébet polgármesterrel közösen tartott fórumán. Itt az is kiderült, hogy a Szent István Egyházi Általános Iskola bejáratának környékén új parkolókat létesítenek a jövő év elején. A Signum előadójában először Farkas Éva Erzsébet polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a már befejezett és a még folyamatban lévő beruházásokról. A városvezetője kiemelte, az elmúlt néhány évben eddig 117 pályázatot nyújtottak be, melyeknek köszönhetően közel 25 milliárd forintos fejlesztési forrás érkezett a településre. Ezek között kiemelte a gazdaság élénkítő programokat, a sportinfrastruktúrára és a közvetlen életminőség javítására irányuló fejlesztéseket. Farkas Éva Erzsébet hangsúlyozta, 2014 óta számos fontos lépést tettek az egészségügyi alapellátás körülményeinek javítása érdekében. Ennek egyik első lépcsőfoka volt, amikor a Hollósi Kornélia utcán lévő közhivatalok házában megújult környezetbe helyeztek több háziorvosi rendelőt és a védőnői szolgálatot. Ezen kívül a Jussz Gyula utcai rendelőnek a felújítását kezdtük meg. Ez hamarosan, szintén december 15-ig ígérte a kivitelező, hogy befejezésre kerül. Nyilván az újvárosi részben élőknek a felnőtt háziorvosi rendelését fogja teljesen 21. századi módon kiszolgálni. Illetve tervezés alatt van, és a tervezési időszaknak a végén járunk, a Calvin utcai rendelőnek egy teljesen új épületben való háziorvosi feladatellátásainak az elhelyezése tekintetében. A hetes számú választókerületben eddig elvégzett munkálatokról és fejlesztésekről Cirbus Gábor alpolgármester számolt be. Kiemelte, a körzetben 12,5 millió forintból számos járdaszakasz újult meg, több helyen számoltak fel illegális hulladéklerakókat, valamint új játszótereket is létesítettek, a meglévőknél pedig karbantartásokat végeztek. Cirbus Gábor hozzátette, ugyanakkor van olyan probléma még, ami megoldásra vár. A város vezetése keresi annak lehetőségét, hogy egy átfogó nagy csapadékvíz elvezető programot tudjunk megvalósítani a városban, hasonlóan úgy, mint ahogy volt korábban a szennyvíz, akár van a járdaprogram, és kell gondolkoznunk csapadékvíz elvezetési programban, kell záportározót létesítenünk, és ehhez a forrásokat folyamatosan keressük és figyeljük, ezt egy pályázati forrásból szeretnénk megvalósítani, ez önerőből akkora költséget emésztene fel, amit Makó város önkormányzatának a büdzséje nem bír el. A fórumon emellett Farkas Éva Erzsébet bejelentette, hogy a Szent István Egyházi Általános Iskola vezetése nemrégiben kérelemmel fordult az önkormányzat felé, hogy az intézmény bejáratának környékén új parkolókat létesítsenek. Mint kiderült, erre 2018. február végéig sort kerítenek a startmunka program keretén belül, körülbelül 180 négyzetméteren. Adásunkkal egy időben Marosvári Attila önkormányzati képviselő tart fórumot a Megyeház utca 20 szám alatti nyugdíjas klubban, melyről holnapi híradónkban számolunk be. Újabb több mint 400 elemmel bővült a Makói Kórház melletti napelempark, jelentette be ma délelőtt Nagy Jenő, a tagintézmény igazgató főorvosa. Hasonló számú energiaforrást építettek ki a Vásárhelyi Kórház tetején is a közelmúltban. A grandiózus beruházásnak köszönhetően havonta mintegy 4,5 millió forintot tud megspórolni ezzel a két intézmény. Az Európai Kohéziós Alap és Magyarország Költségvetése társ finanszírozásával mintegy 132,52 millió forint visszanemtérítendő támogatásból valósulhatott meg a Csongrád megyei Egészségügyi Ellátó Központ makói és vásárhelyi tagintézményében az energetikai korszerűsítés. Ennek köszönhetően mintegy 846 darab napelem került beépítésre és beüzemelésre. A két tagintézmény nagyságrendileg fele-fele arányban osztozott a támogatásban. Így a Makói Kórház melletti zöld területen már meglévő napelem parkot,
amely 50 kW-os teljesítményt produkált eddig, újabbakkal egészítették ki. A teljes rendszer teljesítménye közel 170 kW. 456 elem került ide lehelyezésre Makóra. Ez 67 millió forintos költséget jelentett. Hódmezővásárhelyen közel hasonló rendszer került beüzemelésre. A kettő együtt az intézetnek azt lehet mondani, hogy körülbelül egy havi áramszámláját tudjuk megspórolni, tehát körülbelül 4,5 millió forintot tudunk ezzel nyerni. Ezt a pénzt természetesen vissza tudjuk forgatni a betegellátásra, gyógyszerre vagy egyéb olyan eszközökre, ami közvetlenül a betegellátás szolgálja. A két intézményen található napelempark összenergia termelése közel 200 ezer kilowatt évente, és több mint 110 ezer kilogramm széndioxidtól mentesítik így a környezetet. Csak úgy, mint az Uniónak, a Magyar Államnak és így Makó városának is az a célja, hogy minél több hasonló beruházás valósuljon meg, ezzel is védve a környezetet. Gyakorlatilag már az óvodának a területén ugyan van, a Galamb Józsefnek a tetején egy hasonló rendszer működik, és most örülünk neki, hogy a kórház területén sikerült 134 milliós beruházást eszközölni. Ez praktikusan zöldmező beruházás, mindig meg szoktam mutatni, tessenek megnézni, valóban egy zöldmező közepére építettük az egészet. A jövőben tehát több közintézményen és azok közelében terveznek hasonló napelemparkot, valamint vizsgálják, hogy hogyan lehetne a kórház mellett is tovább bővíteni ezt az energiaforrást. A Magyar Kickbox Szövetség alelnöke, a városban nemrég alakult újabb kickbox egyesület edzője, valamint a sportágban kiemelkedő teljesítmény nyújtó versenyzők tették tiszteletüket Farkas Éva Erzsébet polgármester irodájában. Az esemény célkitűzései között szerepelt ezen mozgásforma előtérbe helyezése és népszerűsítése a térségben. A találkozón többek között szó esett arról, hogy az önkormányzat 5 éves ciklusban infrastruktúrális fejlesztéseket kezdeményezett a testmozgás biztosítása érdekében. Így került sor például az Erdei János városi sportcsarnok felújítására. Ezen felül persze a további tervek sem maradhattak el. Egy 650 millió forintos kézilabda munkacsarnoknak a megépítésén dolgozunk most a kézilabda szövetség elnökségével, illetve nyilván a helyi egyesületnek a vezetőjével. Mindez azt mutatja, hogy kiemelt figyelmet fordítunk a sportegyesületeknek a működésére, támogatására. Az eddigi törekvések mellett a kickbox.fighting szakágára szeretnének nagyobb figyelmet szentelni, melyhez minden erejével hozzájárul a Magyar Kickbox Szövetség is, akik legutóbb egy rendkívül színvonalas eseményből vették ki részüket. Kickbox világbajnokság, mint tudjuk, egy óriási dolog a hazai nézőknek, hiszen 2005 óta nem volt ilyen rangos verseny. Több mint 2000 résztvevő volt versenyzőkkel, edzőkkel együtt 12 napig itt. A Vakó Világszövetségének elnöksége egyöntetően kijelentette, hogy ilyen nagy és ilyen magas színvonalú és ilyen hatalmas világverseny soha nem volt még, de gyakorlatilag a magyarok megrendezték a legjobb és a legeredményesebb VB-t. Hazánkban közel 100 egyesületben csak nem 10 000 ember űzi ezt a sportot. Ennek további növelését a versenyzők is szem előtt tartják. Életemben először lehettem polgármesteri hivatalban, és nagyon örülök neki, hogy meghívást kaptam. Szeretném, hogyha ez nem egyszeri alkalom lenne, szeretnék én is segíteni Makónak és a Halke Király Teamnek, hogy megalapítottuk az új egyesületet, és számomra ez nagyon-nagyon szép dolog. A közös munka fényében remélik, hogy a jövőben Makó is méltó helyszínéül szolgálhat majd egy rangos versenynek. Imár 12. alkalommal jutalmazták megyei primadíjjal a térségben azokat, akik megfelelő például szolgálnak a közösségnek, öregbítik hazánk hírnevét és értékeit. A kuratórium a magyar zeneművészet kategóriában Szentpéteri Csilla zongoraművésznek ítélte oda a kitüntetést. Az elismerés 2005 óta megyénként hárman nyerhetik el, a szellemi élet, a kultúra, a tudomány, a művészet és a sport terén. Városunk híres elszármazottja tehetségének köszönhetően a világ számos táján megfordult már. Koncertezett Washingtonban, New Yorkban és Madridban is. Sokoldalú karrierjét a kuratórium is nagyra értékelte. Szentpéteri Csilla a döntés megilletődötten fogadta. Én, mint lokálpatrióta, makói lokálpatrióta, én imádom ezt az egész térséget,
és igyekszem gyakran hazajárni, és igyekszem követni a városnak a dolgait, és segíteni is. Visszatérve erre a díjra, legutoljára a 90-es években kaptam egy díjat itt Magyarországon. Azóta ez az első, és azért vagyok boldog, hogy itt Csongrád megyében kaphattam ezt az első díjat, mert óriási megtiszteltetés, hogy rám szavaztak. A művésznő eddigi kimagasló munkájáért Krigő Sándor szobrász Prima díj kis plasztikáját vette át, mely mellé 1 000 000 forint párosult. Szentpéteri Csilla több lemez készített már, melyből az es folyamán ízelítőt is adott. Az 1956-os forradalom heves eseményei után ezekben a hónapokban kezdődtek meg a megtorlások úgy Makón, mint az egész országban. Marosvári Attila történész előadásában ezt a témakört boncolgatta kedden a József Attila Múzeumban. Az 1956-os forradalom hőseinek tetteiről minden év októberében tisztelettel emlékezünk meg. Az események lecsillapodása utáni eljárásokról, perekről azonban már jóval kevesebb információ él a köztudatban, a többség sztereotípiák alapján ítél. Marosvári Attila történész Megtorlás Makón az 1956-os forradalom után című előadásával ezekkel a tévhitekkel szemben próbált meg fellépni. Azt tudjuk, hogy október 26-án volt egy diák fölvonulás, Institúri Szilvikóról talán hallottak, az ő versmondásáról. Talán azt tudják, hogy 26-án délután lerombolták a szovjet emlékművet, de hogy utána mi történt? És milyen következményei lettek ennek az eseménytörténetnek, ezzel már nincsenek tisztában, nincs kellőképpen földolgozva, és nincs kellőképpen a köztudatba átvéve. Én bízom benne, hogyha megjelenik jövőre talán a könyvem, akkor ezt a hiátust lehet pótolni, és olyan autentikus, alapvetően eredeti forrásokon alapuló munka fog segíteni az eligazodásba, ami eddig nem állt rendelkezésre. Az előadás több releváns szervezet megalakulását és működését is boncolgatta. A történész célja volt, hogy konkrét neveket említsen meg, ne csak a forradalmárok, de a pereket előkészítők és az azokat levezénylők közül is. Már látom a másik oldalt is, tehát akik részt vettek és közreműködtek a forradalom levelésében, mert őket is meg kell nevezni. Tehát azt gondolom, hogy a felelősséget, a tettekért, a cselekedetékért mindenkinek vállalnia kell, és nevesítsük azokat is, akik tényleg részt vettek és közreműködtek a megtorlásban. Én azt gondolom, hogy a kutatásom és talán ez a mai előadás és ehhez adott valamiféle segítséget. Az értekezés tehát közérthető módon tárta a hallgatóság elé az ismereteket, egyfajta űrt betöltve ezzel a témát érintő tudásanyagban. Idén november 19-én ünnepelte 90. születésnapját Lator László, Kossuth-díjas magyar költő, neves esszéista és műfordító, akinek élete és pályafutása sok ponton kapcsolódik Makó városához. A József Attila Múzeum munkatársai a neves alkalom apropóján budapesti otthonában köszöntötték fel az írót. Lator László 1927-ben született a mai Ukrajna területén található Tiszasasváron. Már fiatal korában családjával Makóra került, mikor a háború szörnyűségei elől apai nagynénje házában leltek menedéket. A makonpesgő kulturális élet hamar magával ragadta, középiskolai évei alatt egyik osztálytársával irodalmi kört alapított József Attila körnéven, ami aztán túlnőtt a gimnáziumi kereteken. Buzgóságának és tehetségének köszönhetően hamar felfigyeltek rá a város neves írói és költői, Juhász Gyula, Móra Ferenc és József Attila is a pártfogásukba vették a kört. Első verses kötete már 1949-ben elkészült, ám csak 1969-ben vehette az kezébe a nagy közönség. A József Attila Múzeum munkatársai 90. születésnapja alkalmából köszöntötték fel Lator Lászlót, emlékezve a költő makói éveire, pályafutásának kezdeti lépéseire. Kijelezett mérkőzést játszott egymással a női kézilabda MB2 délkeleti csoportjában a Makó és a Lajos Mize csapata. A rangadót végül a hazai pályán játszó marosmenti lányok nyerték meg. Az őszi szezon 9. fordulóját a makóiak kezdték jobban, már a 9. percben 5-2-re vezettek. Az első félidő játékát a marospartiak uralták, a vendégek csak futottak az eredmény után. A gólgyártásban azonban mindvégig Kozsaránék álltak jobban. Ennek köszönhetően 17-13-as hazai sikerrel fordultak a csapatok.
A szünetet követően a Lajos Mizsa újult erővel lépett pályára, és 3 egymás utáni góllal ajándékozta meg Ocsenás Eszter kapuját. A zöld-feketék ettől megzavarodtak, és pontatlanul kezdtek el játszani, melyet az ellenfél jól kihasználva a 36. percben kiegyenlítette a találkozót. Azonban a makóiak sem hagyták magukat, és nem sokkal később ismét átvették a vezetést. A 38. percben 21-18 volt az állás. Az értékes 2 pont sorsa az 53. percben végleg eldőlt, amikor is 4 zsinórban bedobott góllal szinte megnyerte a mérkőzést a hajnalvárosi együttes. Az ellenfél gárdája tovább küzdött, de egyenlíteni már nem tudott. Tehát a végeredmény Makói KC Lajos Mizsai UKC 32-29. Nagy János Miklós, a Makói KC vezetőedzője elmondta, lányai rangadóhoz méltóan játszottak. Voltak olyan időszakok, amikor azért nagyon meg is nőtt azoknak a hibáknak is a száma, aminek nem szabadott volna előfordulni, és hihetetlen jól kontrázott a Lajos Mizsa, és hát ebből rendszeresen gólt kaptunk. Hál' Istennek volt egy-két kritikus pillanatban olyan kapus bravúr, ami tartotta bennünk a lelket, és akkor hát nyilván a lányok kétszer fordították meg úgy a mérkőzést a második fél időben, hogy gyakorlatilag aztán végül nem mondhatom, hogy magabiztosan, de azért legalább 4-5 gólat tudtunk nyerni. Kozsaránék jelenleg a tabella 5. helyén állnak 11 ponttal. Az őszi szezon 10. fordulójára most szombaton kerül sor. 17 órai kezdettel a Gyomendrőd együttesét fogadják Nagy János Miklós tanítványai az Erdélyi János Városi Sportcsarnokban. A Makói KC Lajos Mizsa mérkőzést ma este 18 óra 35 perces kezdettel tűztük műsorra. Most pedig lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Fejlesztenék a városi csapadékvízelvezető hálózatot. Havonta 4,5 millió forintot spórol meg a napsütés a kórházaknak. Világbajnokok támogatják a makói sportéletet. Kedves nézőink, ne felejtjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, azonban előtte elmondom, milyen műsorokkal várjuk Önöket az este folyamán. 18 óra 17 perckor a Törzsasztal című magazinnal jelentkezünk. 18 óra 35 perctől a Makói KC Lajos Mizsa női kézilabda mérkőzést láthatják felvételről. Majd 19 óra 35 perckor Kísérletek a fizika hőskorából című kisfilmet tekinthetik meg. Kedves nézőink, ez volt a szerda esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk újból friss hírekkel. Tartsanak velünk akkor is, én már a búcsúzom. Kellemes estét kívánok, viszontlátásra!